Hogyan lesz a kender magból vászon? Ezt is megtudhatták a Beregdarócra érkezők egészen a kenderáztatástól a szövésig. A kender az egyik legősibb ipari növény. A kezdetektől fogva nem táplálkozási céllal, hanem rostjáért termesztették. A magyarok már a honfoglalás előtt ismerték a növényt és feldolgozásának módját. A vállalkozók kedvűek ki is próbálhatták az egyes munkafolyamatokat. Ez minden éven megtörtént, minden család vetett kendert, minden anyuka megszőtte, megfonta, mert egy eladó lánynak, ha férjhez akarta adni a lányát, olyan 20-40 kendő feltétlenül kellett kiadó kendőnek, tehát ha valakinek 5 lánya volt, az szőni kellett, mert lepedőt is kiadta, asztalterítőt, kendőket, mindent, tehát ez volt a staférunk. A rendezvényen természetesen ízletes ételek készítése sem maradhatott el. A megyei közgyűlés elnökével most szokatlan szerepben találkozhattak a látogatók. Ő is aktívan részt vett ugyanis a megyei gulyás készítésében. A megyei önkormányzat fontosnak tartja, hogy egy ilyen nagy múlttal rendelkező rendezvényen képviseltesse magát. Talán a legrégebbi megyei fesztiválról van szó, vagy a első fecskék közötti fesztiválról van szó a kenderes napok esetében. Messze földön híres itt a határszélén ez a fesztivál, és már nem először, tavaly is részt vettünk a fesztiválon a megyei önkormányzat csapatával. Én akkor nem voltam, de nagyon jó híre volt a fesztiválnak, és most én is időt tudtam rá szakítani, és eljöttünk természetesen. A rendezvény arra is lehetőséget adott, hogy a daróciak találkozhassanak egymással. A 6. darócok, Kárpát-medencei darócoknak a találkozója, 13 daróc nevezetű település van a Kárpát-medencébe, és adottnak egy találkozója, ma az idén ide került Fülpös darót és Bered darót közösen tartja meg. A térség országgyűlési képviselője köszöntő beszédében a nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozta. A darócok találkozója Kárpát-medencében található daróc utónevű települések, vagy daróc előnevű települések találkoznak itt, az tényleg egy összetartozás jelent a Kárpát-medencében, de nem csak ott, hanem azért itt a térségben is. Ez egy érdekes helyszín, egy szép helyszín, és a programok is olyanok, ami alkalmasak arra, hogy ne csak az itt élők látogassanak ide, hanem a távolabb élőknek is tényleg egy érdekes kikapcsolódást nyújthat. A kenderes napokat immár 16. alkalommal rendezték meg, már a kezdetekben is hagyományteremtő céllal, ami példaértékű a térségben. Minden település meg tudja mutatni a saját arcát, minden településnek megvannak az értékei, és minden településnek élni is kell ezekkel az értékekkel, hogy egy kicsit a saját közösségét még élhetőbbé tudja tenni, és ezáltal is hozzájáruljon Szabolcs-Szatmár-Beleg megye fejlődéséhez. A kenderes napokon kiállítás is nyílt Szent László hagyatéka határon innen és túl címmel.